Dolák Tamarát, az UTE birkózóját üdvözlöm a stúdióban. Nagy öröm számomra, hogy itt találkozhatunk, hiszen nem kis meglepetésre, vagy inkább azt mondom, hogy nagy örömünkre, Tamara kivívta a budapesti birkózó világbajnokságra az indulás jogát. Nagy szeretettel üdvözöllek és gratulálok. Le a kalappal, gratulálok és le a kalappal, Tamara. Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit. Fantasztikus, amit csináltál. Az elmúlt héten Jeanette ült itt velem szemben, akitől elvárás volt, hogy elinduljon a világbajnokságon, hiszen itthon nálunk azért német Jeanette a legjobb. Majdnem azt mondtam, hogy nehéz súlyú, de hát nincsen ilyen a női birkózásban. De hát a legjobb, női, legerősebb női birkózó, lehet így fogalmazni. És amikor mondtam, hogy hát a Tamarát szeretném itt látni, mosolygós szemmel azt mondta, hogy én úgy örülök neki, hogy nem egyedül leszek a világbajnokságon. Na mesélj nekem erről, hogy hogy kerültél el odáig, hogy ezt a szétlövést lebirkolt az ellenfeleddel. Tehát kezdjük mondjuk az idény elején, januártól körülbelül, hogy U23-as, hát sokszor magyar bajnokság, tehát sokat birkoztál. Hogy indult az év? Hát a legfontosabb verseny, amire készültem, az egyértelműen a junior Európa bajnokság. Ugye az junior korosztályú birkózó vagyok, nekem az a legfontosabb, hogy junior korosztályban legyek a legeredményesebb. És akkor ehhez jön hozzá az U23-as korosztály, és hát még évelején egyébként én nem gondoltam. Nem gondoltál arra? Nem gondoltam arra, mert hiszen, kedves nézők, bocsánat, hogy közbevágok, ez se nem junior, se nem U23-as, ez bizony a felnőtt világbajnokság lesz birkózásban. Tehát, bocs, hogy közbevágtam. Tehát, hogy évelején azért még nem gondoltam, hogy akkor akár felnőtt válogatott is lehetek. Ez úgy évközben jött, és hát természetesen nagyon örülök neki. Persze, hogy nagyon örülök. Így azért 19 évesen végül is 3 korosztályba tudtam válogatott lenni. Hát akkor most várjunk. Hagyjuk a felnőttet, most hagyjuk, és akkor nézzük az eredményeket. Mi történt ebben a 3 korosztályban idén? Hát még a junior magyar bajnokság jövő héten lesz, igen? 14-én, úgyhogy azt majd még meglátjuk, de egyébként nyerni megyek, vagyis arra számítok. És az U23-as magyar bajnokságot sikerült megnyernem. Igen, egyébként itt ezen a magyar bajnokságon a döntőben ezzel a lányjal birkoztam, akivel most volt a szétlövés a felnőtt világbajnokságért. És ott is sikerült nyernem, aztán... Sokszor találkoztál már, egy kecskeméti birkózó hölgy, ugye? Sokszor ismeritek egymást. Igen, mert minden korosztályban, minden világversenyért azért egymás ellen meg kell küzdenünk az indulás jogáért, úgyhogy elég sokat, már idén is elég sokat birkoztunk, igen. Ne hallgassd el, hogy 5-1 neked, 6-szor találkoztatok, azért 5-1 volt neked. Igen. Vagy lett neked most lett, már. Igen. Eljutottunk a felnőttig, azért én azt mondom, hogy nem is a felnőttig, most még kezdjük, azt mondod, hogy jövő héten lesz egy magyar bajnokság, ugye? Igen. A junior. Ilyenkor nem vigyázol már magadra, hát azért csak, bocsánatot kérek, tudom, magyar bajnokság az fantasztikus, aranyérem és mit tudom én mi, de azért csak egy felnőtt világbajnokság jön, nem vigyázol magadra, hogy meg ne sérülj? Vagy? Igazából a sérülés veszély az minden napra. Megvan. Tehát úgy külön vigyázni erre, hát nem tudom, nem igazából. Tehát hogyha úgy döntöttök az edzőtökkel, mert gondolom, lehet, hogy biztos elindulsz? 1000%. 1000%, oké. Akkor nincs mese, akkor ott teljes szélességgel a győzelem. Hát most nem kell sokat fogynom, sőt nem kell fogyasztanom. A súlyom az teljesen rendben van igazából. Egy felkészülési versenynek is felfoghatjuk. Ez olyan, mint egy nagy verseny, és tudjuk azt, hogy a legjobb edzés a verseny. Így van. Ugye? Na meséljünk, beszélgessünk egy kicsit erről a szétlövésről, mert ez engem iszonyú, nagyon izgat. Tehát mondták, hogy XY és XY, tehát Dollák Tamara és Bognár Erika. És Bognár Erika Kecskemétről. Akkor kérem szépen, szíktóber 22-én, teljesen mindegy a dátum, igen, néhány nappal ezelőtt volt, kedves nézők,
itt és itt találkozunk, és akkor két győzelemig, vagy hogy volt ez? Mert azért ugye úgy szoktuk mondani, hogy egy győzelem, hát figyelj ide, én nem tudok birkózni, de lehet, hogy egyszer elcsúszik az ellenfél, ráugrok, aztán nyertem. Tehát ugye az igen, egy az ember de egyébként egy normális válogató versenyen egyszer kell nyerni. Igen, a szétlövésben ez a más, hogy itt két győzelemig. Tehát nem elég, hogy az első meccsen megnyerted az első meccset, még utána 20 perccel később még egyszer. 20 perc pihenővel. Igen, 20 perccel később. Hogy készültél föl erre a páros meccsre, erre a dupla fordulóra? Hát úgy külön nem készültem rá, mert a junior világbajnokság után volt egy héttel. Tehát igazából mindkettőnknek a csúcsformája azért nem ide összpontosult, hanem igen, igen. Szóval egy héttel ezelőtt megvolt már igazából szerintem a csúcsforma, mindketten felkészültünk a világbajnokságra, úgyhogy én inkább úgy mondom, egy kicsit rápihentem. Rápihentél. Igen, igen, mert azért elég sokat kivesz egy világversenyre egy felkészülés, már a felkészülés is, akkor még nem beszéltünk a világversenyen megélt dolgokról. És milyen volt ez a világbajnokság? Hát borzalmas. Annyira nem mosolyogsz, látom. Nem ez volt életem versenye, de majd egyszer elfelejtjük. Ezt tudod olyan, hogy is mondjam, meg kell mászni minden sziklát, hogy fölérjünk a csúcsra. Igen. Néha-néha visszagurulunk, néha-néha kapunk egy taslást. Igen, igen. Ez figyelmeztető is lehetett, nem? Ez a világbajnokság, hogy haló. Akár. Felejtsük el, mert most jön a felnőtt világbajnokság. Igen, egyébként ez benne a jó, hogy három korosztályban tudtam válogatott lenni, hogy lehetőségek tömkelege vár rám. Nem az van, hogy egy világversenyen nem sikerül, és akkor összetört a világ, mert elég sok lehetőségem van. Igen, ez, hát figyelj, most még mondhatom, hogy szemtelenül fiatal vagy, tehát néhány hónap, év múlva már nem merem ezt mondani. Hát, akkor is fiatal leszel. Még. Akkor is fiatal leszel, csak sokkal erősebb, és én már nem fog tudni elszaladni. Azt mondtad, hogy súlyban most már jól vagy, tehát igen, hoztad a súlyodat. Hány kilóban versenyzel, Tamara? Hát most 59. 59 kiló. Amikor nem verseny időszakban verseny, akkor mennyi? Kevesebb vagy több vagy? Mert ugye... Sokkal több. Na. De az mit jelent a sokkal több? Hát mondjuk egy 62, akár 63 kiló is tudok lenni. Mikor minden rendben, és lehetek, ihatok, és nem figyelek oda. Akkor fölmegy 3-4 kiló, igen, biztos igen, fölmegy. Igen, igen. De hát junior... Ti hova hisztok? Pocakra, popsira, merre, izomra, hova hisztok? Mindenhova. Mindenhova? Fejre. Amikor nincs verseny, amikor nem versenyidőszakban vagyunk, akkor tényleg a birkózókra jellemző, hogy ilyen nagy fejük lesz, meg mindenük nagy. Akkor nagyon vigyázik, hogy nehogy nagy a lukbalom fejed legyen, ugye? Hát, hogy az edződ rád néz, és pontosan tudja, hogy van probléma? Persze. Igen. Annélkül, hogy állnék a mérlegre, szerintem ő mindig tudja, hogy hány kiló vagyok. És akkor jött ez a dupla mérkőzés. Húzni kellett a súlyotokat arra is, mind a kettőtöknek? Vagy kaptatok valami engedményt? Igen, kaptunk súlyengedményt, úgyhogy nem volt baj. Nem volt baj, oké. Okay. És akkor jött az összekapaszkodás. Igen. Tehát hogy lehet, hogy volt az, Mendel, fölmentél a szőnyegre, itt a kis fejedben mi volt, hogy kérem szépen most akkor elintézem egy pillanat alatt, vagy? Hát a fejemben az volt, hogy mindenképpen nyernem kell. És ez, hogy is mondjam, ez egy presztízs kérdés, hogy itthon azért ne. Szóval mondjuk egy világbajnokságon, ha kikap az ember, azt még fel tudja dolgozni, de az, ha itthon nem ő a legjobb, az úgy nehezebb. Ez most, hát igen, hogyne, ez egy nagy kihívás. Pontosan ez volt bennem, hogy mert mondom, hogy egy héttel ezelőtt volt egy borzalmas világversenyem, és akkor az még úgy benne volt a lelkemben. És ha mondjuk, ha itt is kikaptam volna, hát akkor nem... Kész vége? Igen, igen. Az akkor az sokkal jobban visszavett? Fájt, igen, nagyon igen, visszavett. Igen. Sokkal jobban fájt volna azt feldolgozni, mint hogy tényleg elég fájdalmasan nyertem, mert borzalmasan rosszul esett. Nagyon elfáradtam. Állj, ezt tessék meg magyarázni. Fájdalmasan nyertem, borzalmasan rosszul esett. Szóval igen. Mit jelent? Szoros meccs volt, igen. Szétgyúrtátok egymást, mind a kettő végigment, nem volt tus, nem volt leléptetés.
Mesélj már el nekünk, hát olyan izgalmas ez. Hát tehát akkor az első mérkőzés 6-4 arányba tudtam nyerni. Hát az szoros. És az a fél perccel a vége előtt igazából 4-4-re ő vezetett, úgyhogy benne volt a pakliban. A 4-4-re ő vezetett, az azt jelenti, hogy ő csinált az utolsó akciót. Nagyon jó vagyok, vigyázz! Igen, látom. Tehát tényleg benne volt a pakliban az, hogy akár el is veszíthetem a mérkőzést. De hát jött a pánik, és az, hogy muszáj, tényleg nem akartam kikapni ennyit. Jött a pánik, és jött, ez lett a dopping, és... Igen, igen, és akkor még sikerült egy akciót csinálnom, amivel 20 perc. Nyertem. Ilyenkor elfelejted a győzelmet, vagy el kell felejteni a győzelmet. Mit kell csinálni, ha 20 percet nem lehet kipihenni egy ilyen... Hát azért ez egy kemény küzdelem. Igen, igen. Hát... Szinte semmit. Levezet... Beszélgetsz egy kicsit, átrágjátok, hogy mi volt mondjuk a probléma, mondjuk itt ebbe a birkózásba. Ha őszinte akarok, tényleg nagyon sok hiba volt benne, de ezen úgy túl kellett rendülni. Ezért leszel jó sportoló, vagy már jó sportoló, mert el tudod ismerni azt, hogy kérem szépen nyertem, valami sok hiba volt benne. Igen, volt aki benne... ezt felfogja és észreveszi, az tud belőle tanulni. Igen, pontosan így volt, hogy éreztem, hogy nem az a Tamara mozog fent, akit mondjuk megszokhatnak, hogy tényleg furcsa volt a mozgás, meg nem is esett jól, de tényleg muszáj volt nyerni, mert... És a második? A második 3-1-re tudtam nyerni, ott... Az is végigment időben? Igen, végigment. Viszont akkor 3-1, hogyha azt mondod, hogy 6-4, ugye 4-4 után 6-4, ez pedig 3-1. Megint egy akció. Az nagyon nulla. Én azt akartam mondani, hogy nem sok akció lehetett, viszont az nagyon sokat kivesz az emberből, hogyha kevés az akció, nem? Igen, a próbálkozások voltak, szóval nagyon sok védekezés volt ebben, ami ugyanúgy kivesz. Szóval voltak akció próbálkozások, csak nem sikerült abból pontot csinálni se neki, se nekem. De hát persze egy akció azért sikerült. Volt egy intéspontom, meg egy akciópontom, és akkor így lett nekem. 3-0-ra vezettem. És tehát akkor... te vezettél. Igen, végig tudtam vezetni, úgyhogy... Mit éreztél a fájdalmas, a nagyon, nagyon nem jó győzelem után, hogy na kérem szépen, ide nekem, én vagyok a világbajnokságon a magyar induló. Milyen volt ez? Fölfogtad per abba a pillanatban? Nem. Nem hiszem, hogy fel tudtam fogni. Még úgy most is olyan furcsa. Nem mondtad. Igen, igen. Hát, mert ez úgy nem megszokott, hogy most tényleg felnőtt válogatott vagyok, és akkor jönnek gratulálni, hogy akkor az első felnőtt válogatottságod akkor itt van, és akkor gratulálunk. Itt Magyarországon lesz a világbajnokság, de azért megkérdezem, amikor ugye most már együtt készülsz, akkor a felnőtt kerettel is. Igen. De egyébként ez eddig is így ez volt. Ez eddig is így igen, volt. Igen. Akkor most mondják azt, hogy na, kérem szépen, na kislány, itt a nagy falat. Igen. Ugye? Ez nagy falat. Ha már beszélünk egy nagy falatról, mire számítasz? Ez egy tanuló világbajnokságnak tekinted, ez a legrosszabb szó, amit mondhattam. Természetesen, mert egy versenyző azért indul egy versenyen, pláne egy hazai világbajnokságon, hogy valamit megmutasson. Vagy szóval, milyen a te súlycsoportod, milyen erős? Ugye a felnőttekről kérdezik. Felnőttben nincs olyan, hogy gyenge súly. Igazából nyilván nagyon erős, és nem is vagyok hozzászokva, nem is nagyon birkóztam még felnőtt korosztályban, úgyhogy ez teljes mértékben úgy fogom fel, hogy ez egy lehetőség. Ez tényleg egy lehetőség, mert még nagyon fiatal vagyok, és nem sok 19 éves versenyzőnek van rá lehetősége. Hogy egy igen, egy olimpikonokkal birkózhasson meg. Óriási. Szóval. Tudod, mit mondok neked? Bármi megtörténhet, mert ha valaki becsülettel elvégezte a munkáját, megérdemelten indul egy versenyen, bármi megtörténhet. De ez, én szerintem ebből a világbajnokságból rengeteget kell, hogy tanuljál. Igen. Ahhoz viszont, hogy még többet tudjál magadévá tenni, kicsivel többet kell birkózni, tehát nem egyet, kettőt. Igen, na, hát, ugye? Örülnék neki, ha lenne rá lehetőség. Hányan vagytok ebben a súly? Kb. Hány induló lesz? Körülbelül? 30 körül. 30 induló, egyenes KO kiesés. Igen. Tamara, hagyd kívánjak neked 3-4 meccset.
Hát ez annak én nagyon örülök. Annak nem tudnék kerülni. Itt a beszélgetés vége felé meg kell kérdeznem azt, hogy itt ő velem egy csinos, hozzám képest kislány, egy hölgy, aki fölmegy a birkózó szőnyegre, akkor hova teszi ezt a hosszú haját? Tehát hova tűnik a haj? Például. A hosszú hajamat. Hát ezt összefonják csapattársak. Össze van fogva, aha, és igazából ez nem is nagyon tehát látszik. Nem is látszik, ilyen fejrefonás cím? Az, igen, ez így össze van fogva, és igazából nem is látszik, nem is zavar. Nem is zavar? Nem. Mi a legveszélyesebb és a legrosszabb fogás egy női birkózónak? Hát, ha az ellenfél, hol fog meg? Ja, ezzel nem kell foglalkozni. Nem kell foglalkozni, de hát azért csak ott van. Hát igen, de egyáltalán nem biztos. Igazából én... Vigyáztok egymásra, vagy nem? Nem vigyázunk egymásra, de ez így ebben nőttél fel, így ezt hozzászoktál. Nem. Hát igazából szerintem a lányok esni nem szeretnek. Szóval a dobásokat nem szeretjük. Dobni még talán tudunk, de esni az esni annyira már nem szeretek. Az fájdalmas. Igen, tényleg az. Milyenik a kedvenc technikád, amit azért, hogyha ha bajba vagy, vagy nem vagy bajba, ha megy, azért ahhoz szívesen hozzányúlsz? Hát van egy bokára menésem, amit azt mondok, hogy mondjuk egy 90%-os, és nagyjából majdnem mindenkin eladható. Gyors vagy, mint a macska, ezek szerint azt mondja? Hát, hogy a bokára lemenni azért, ahhoz kell egy gyorsaság, mert ugye, hogyha nem sikerül, hát fejest ugrasz a saját magad bajába. Igen, igen. Hát azért én inkább a kisebb súlyú birkózók közé tartozom, úgyhogy nekem muszáj is gyorsnak lennem. Tehát a súlycsoportodban is a alacsonyabb súlyok közé tartozol, azt mondod? Nem, a súlycsoportomban nem, de nem. Mondjuk Zsanetthoz képest Tényleg Zsanetta szoktál gyúrni? Hát, ha már így fölhoztad a nevét. Ő azért kicsit... Hát azért erősebb. Nagyobb, erősebb, úgyhogy nem. Mi talán játékosan tudunk egymással. Te is a fiúk ellen edzésen, gondolom azért edzésen kell? Kell. És egyébként jó is. Jó? Igen. Jó. A fiúkkal is teljesen jó edzeni. Igen. Szoktunk is. Főleg a klub edzésen. A klub. Azért nem kérdezem a válogatott edzést, mert mondtad, hogy hát különben is már... jársz a válogatott edzéseire, tehát igen, azért nem kérdeztem meg, hogy ez mennyire volt különleges. Hát végül is... Ez már évek óta így évek van, óta csak most van, már igen. Csapattag is. Csak van. Csapattag, és azért az nem mindegy, igen, hogy meghívott edzőpartner vagy csapattag. Igen, óriási. Mikor lépsz szőnyegre, azt már tudod? Igen, 23-án kedden. Szeptember? Vagy október. Október. Na, hát azért, de szeptember már elmúlt, október, meg november, meg december jön még. Tehát ebben a hónapban 23-án szurkolhatunk neked? Igen. Hát szurkolunk, Tamara, hidd el, ott leszünk egy emberként. Újpest is melletted áll, Zsanett is, ugye? És nem, te se leszel egyedül, mint ahogy ő is azt mondta, hogy ő sem lesz egyedül. És mit kívánok, semmi más nem kívánok, birkozzál. Jókedvűen, 2-3-at, és utána majd még beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra! Én is köszönöm.